Köszöntöm a kedves nézőket, és köszöntelek benneteket is, gyerekek, Etno című műsorunkban. Nem a ruha teszi az ember, tartja a közmondás. Hogy ez nem egészen így van, bizonyítja az is, hogy az öltözködés módja tájékoztat viselőjének helyzetéről, életkoráról, vagy éppen vagyoni állapotáról. Számos alkalommal csodálhattuk meg már a különböző néptáncsoportok fellépését a szebbnél szebb viseletekben. Ebben a műsorsorozatban igyekezünk rávilágítani arra, hogy vajon milyen részekből áll össze egy-egy viselet, mire kell odafigyelni a ruhák összeállításánál, milyen jellemzői vannak, és hogy mennyire függ össze a viselet a tánccal, amelyet benne táncolnak. Megismerkedhetünk a hozzájuk fűződő szokásokkal, dalokkal, táncokkal. Műsorsorozatunknak ez tulajdonképpen már a negyedik adása. Az első három műsorban ugye a Dunántúlra látogattunk el, ma viszont elérkeztünk a Felföldre, Észak-Magyarország és Dél-Szlovákia területére. Ma pedig a Mátyusföld népviseletéről beszélgetünk. Itt vannak velünk ma is vendégeink, Kisimre Szerda Anna, a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ művészeti vezetője. Szeretettel köszöntelek, jó napot kívánok! És gyerekek is vannak velünk ma is, Tótréka, Vituska Gyöngyvér és Tóth Mária. Sziasztok, gyerekek! Jó. A Felföld nyugati felén a Csallóköztől északra találjuk ugye Mátyusföldet, amely a történeti Pozsony, Komárom és Esztergom megyék Dunától északra eső területeit és a Vágfolyó völgyét foglalja magába. Három településre esett most a választás, méghozzá Tardoskedre, Martosra és Komárom-Szentpéterre. Miért? Ez a három falu gazdag népviseletben, néptáncban. A Cirkalomtánc együttessel ezt a három táncanyagot, ennek a három falunak a táncanyagát tanultuk meg, tehát külön-külön mindegyik falujét, és hát ebből készült egy mátyusföldi, úgynevezett mátyusföldi koreográfia nekünk. A táncok egyébként sok mindenben hasonlítanak egymásra, de sok mindenben el is térnek egymástól, tehát azért nem lehet így nagy általánosságban arról beszélni, hogy mátyusföldi viselet, de hát lehet, hogy nem csak, sőt biztos nem csak erről a területről beszélhetnénk így falvanként, hanem más egyéb területekről is, hiszen nagyon sok helyen különböznek egymástól a települések táncban is, viseletben is, ha csak egy kis eltérés is van közöttük, de mégis más és más mindegyik település. Azt hiszem, hogy még sosem volt ennyire az asztalunk gazdag népviseletből, mint amit most ide pakoltunk. Mi minden található itt? Ennyire gazdag ez a terület népviseletben? Gazdag, igen, meg hát azért is van itt ennyi viselet, mert a három falu viseletét nem a három bábúra raktuk föl, hanem két településé van itt az asztalon, egyet pedig láthatunk a bábun, azt az elsőt, ez a martosi népviselet. Akkor talán kezdjük ezzel, igen, a népviselettel. Igen. Hát majd föntről lefelé haladunk. Van a bábun egy ing, látszik, hogy az ingnek az ujja is ki van díszítve, ki van hímezve, a válla is hímzett és fodros, ráncolt az ujja az ingnek, ezen van egy mellény, egy piros mellény, a mellényen van az átkötő. Ez az átkötő? Az az átkötő, igen, ez egy sötét alapú átkötő, lila virágokkal, a szélén hímzett szallag van, a hímzett szallag mellett még különféle díszítések, lerakások, a szoknya pliszírozott szoknya, bársony, ez ugye ilyen kékfestő anyag, kartonanyag, és bársony szallaggal van díszítve, az alján pedig fekete csipke. A kötény szintén ilyen pliszírozott, de természetesen ezeket kézzel készítik, és ennek a köténynek még az a jellemzője, hogy ez ilyen indigós, tehát fog is, hogyha nagyon sokáig fogdossuk, akkor kék lesz tőle a kezünk. Én megúsztam. És még egy dísze van ennek a viseletnek, elől a kötényen ez a hímzett virágos szallag. Ez egy igen gazdag névviselet, motivumokban igen. is, és úgy látom, hogy díszítésben is. Így van. Mutatok egy másik átkötőt is, ez világosabb, majd ide teszem így a szoknyára. Tehát itt ez gazdagabb is valamivel, mert itt két sor hímzett szallag van a, kicsit emeljük a szallagon, úgy meg a és az átkötőn, és színvilágában is sokkal gazdagabb, sokkal pompásabb, tehát fiatal lánynak a viselete, míg ez a másik mondjuk már idősebbé. Miért van az, hogy ezen a tájékon ennyire gazdag volt a díszítés a ruhákon? Nekik biztosan, hogy azt tetszett, hogy minél tarkább legyen, minél sokszínűbb legyen. Egyébként a felvidéki viseleteknél gyakran előfordul, hogy ilyen átkötőket, nem csak ilyen színeseket van, hogy csak fehéret használnak. A palócok ezt kedvelték, majd így mondom, hogy a palócok kedvelték, mert nem csak a nyugati, a keleti palócoknál is kedvelt az, hogy átkötőket tesznek magukra. Egyébként is gazdagok voltak a palócok, mert valóban nagyon gazdag a viseletük. Milyen érzés belebújni egy ilyen népviseletbe? Nagyon-nagyon jó érzés. Én abban a viseletben szoktam táncolni, abban érzem magam a legszebbnek. Említetted, hogy a szoknya az kartonból van, ugye, és igen. ki van keményítve. Hogy mozog ez tánc közben? Nagyon szépen alkalmazkodik a tánclépésekhez. Mondjuk jellemzője ennek a, majd úgy mondom, hogy mátyusföldi táncoknak, hogy föl is emelik időnként a lányt a frisscsáltásban, tehát a forgás mellett kiemeli a fiú a lányt a levegőbe maga előtt, és akkor nagyon-nagyon szépen leng ez a szoknya, repül. Lesz még olyan népviselet a későbbiek során, amelyről majd beszélni fogunk, és ahol nem éppen egyszerű a lánynak a tartása. Ebben a ruhában mondjuk hogy fér a fiú oda a lányhoz? Odafér, mert ennek se bő az eleje, vagy hogy mondjam, tehát nem, ennek is lapos az eleje. Ugye beszéltünk már róla, hogy nem szerették, hogyha elől kerekedtek, hanem hátul kellett, hogy kerek legyen a nő. Tehát itt is mondjuk hátul, ha megnézzük ezt az átkötőt, akkor ugye így összekötik, és ez is még így szépen így ki kell, hogy terüljön a szoknyán, és ez is dísze a viseletnek. De hát azért minden táncban, minden viseletben lehetőség van arra, hogy a férfi megfogja a lánynak a derekát, vagy ha nem a derekát, akkor a hátát, mert ez szükséges ahhoz, hogy együtt tudjanak táncolni. Az eddigi népviseleteken, amelyekről beszéltünk, mindegyiken piros gyöngy volt. Ezen a népviseleten látom ezüst színű van. Igen, ezen most ezüst színű van, ez illik hozzá, talán így ki csillog a viseletből az az ezüst szín, az ezüstös szín, vagy ilyen ezüstöset használtak, vagy használtak szintén ilyen csillogósat, rózsaszínűt, de hát használtak természetesen pirosat is. Ezekről a ruhákról, amik itt vannak az asztalon, mi minden mondható el? Mondom akkor tovább, a következő viselet az legyen a Komárom-Szentpéteri viselet. Ezt a szoknyát használjuk a Komárom-Szentpéteri táncokhoz, például ez egyik, hozzá egy rékli, ez bársonyból készül, fekete csipkével van díszítve, ugye karcsúsított, kívül van a szoknyán, ez a köténye. Nagyon szép a kötény. Ez is nagyon-nagyon szép, igen. Ez egy barna, de van ilyen bordóban is, zöldben is. kézzel készültek ezek a hímzések rajta? Ezek a hímzések nem kézzel készültek, nem? Viszont azt el lehet mondani már ezekről a viseletekről, ezekről a mátyusföldi viseletekről, hogy itt a java része mind eredeti viselet darab, tehát meglátszik az már a szallagokon, ezeken a virágos szallagokon akár, hogy már elég kopottak is, meg egy kicsit más a színvilága, mint amit most lehet vásárolni szallagot. Nos, mutatom. Akkor tegyük félre ezeket a ruhákat. Igen, és akkor mutatom a következő faluit. Ez a kötény például már a tardoskeddieknek a viselete. Ez egy eredeti kötény, eredeti viseletdarab. Ehhez társulhat mellény. Ez is gazdagon díszített. Ez is gazdagon díszített, nem csak az eleje, a hátulja is. És érdekes, tehát ilyen brokátkőselyemből vannak, igen. A bélelés az fontos a tartás miatt is, mert ezek elég vékony anyagok is, hogy szép tartásuk legyen. Megmutatom ezt a másik mellényt is. Galléros mellény. Egyik szebb, mint a másik, igen. Ugye? És meg is fordítom, mert a hátulja is díszített. Nagyon-nagyon gazdagon díszítettek. Érdekes a színvilág összetétele ezeknél, igen, a daraboknál is. Nos, nézzük, hogy most mi lesz az, amit még bemutatunk itt a mai nap folyamán. Tehát van mellényes viselet, a tardoskeddieknél azon kívül pedig van szintén ilyen réklis. Ez ugye kásmíranyagból készült, és ilyen bársony szegése van neki. Ezek viszont már kézzel hímzett kis virágok. Ez nagyon vastag, ez tulajdonképpen ki van bélelve. Hát ebbe igazán izzadnak a lányok táncolás közben. Dinamikus táncokról van különben, igen, szó? Igen, igen. Flitterek is megjelennek azért rajta, hogy csillogjon. Meg lehet figyelni a szabását, hogy hogyan karcsúsítottak. És ehhez a kötény. Ez a köténye. És megmutatom a szoknyát. Tehát a mellényes viselethez ez a szoknya illik, ez a sejem. Ez pedig a szoknyának az eleje. Már volt róla szó, ugye, hogy nagyon kispúrolták az anyagot, mert nagyon drágák voltak ezek az anyagok, és ahol nem látszódott, ahol a kötény eltakartott, másféle anyaggal pótolták ki a szoknyát. A másik szoknya, ami szintén tardoskeddi, tehát ehhez a kásmír fölsőhöz illik, az ez a szoknya, ez másmilyen anyagból készült, ez kicsit vastagabb, tehát nem olyan könnyű anyag, mint a brokácsejem, és ez illik ehhez a kásmír fölsőhöz.